Ez itt kettő egér az asztalon a Glorious kínálatából. A fehér az O2, a fekete pedig a D2 Pro 8000 Hz-es verziója, amik árban amúgy rendkívül közel vannak egymáshoz. Egyik sem olcsó, azt azért érdemes megjegyezni. Az O2 kb. 41 ezer forint körül, a D2 Pro pedig inkább 46-48 ezer forintos egérnek nevezhető, viszont már a dobozon látszik, hogy amúgy miben térnek el egymástól. Eléggé szembetűnő, hogy az O2 az egy lyukacsos, avagy egy mélysejt rácsos gamer egér, még a D2 Pro egy teli fedlapos egér, már ha csak ezzel a kettő egérrel foglalkozunk most, de majd erre visszatérek. Külön tetszik, hogy csak az O2-re van felírva az, hogy ultra light, azaz ultra könnyű kis egér, miközben az O2 az is egy csupán 68 grammos egér. És maradjunk annyiban, hogy 68 gramm az nem valami sok, ezt írja a doboz meg a weboldal is. Bár utóbbin lentebb olvasható 59 is, de az meg a vezetékes tömege. Akku nélkül azért könnyebb egy egér. A D2 Pro mindenféleképpen azért könnyebb a maga kemény 62 grammjával, és amúgy mind a kettő könnyebb úgy átlagban minden általános gamer egérnél, pihe könnyűek ezek a példányok. Na de még kisebb bontottuk őket, szóval tegyük is meg. Az O2-t kinyitva először egy használati útmutatós doboz található, aztán alatta az egér ezzel a kis kék fóliával, ami a talpait hivatott megvédeni szállítás közben, de a leszedésükhöz vagy köröm, vagy segédeszköz kelleni fog. Ez alá túlra megkapjuk a szélesfejű töltőkábelt és a 2,4 GHz-es USB bevőegységet, amit vagy közvetlen a gépbe dughatunk, vagy a mellé járó kábellel is beköthetjük amúgy, hogyha úgy szeretnénk használni. Áttérve a D2 Pro-ra, kinyitva egyből az egér fogad szintén, ezekkel a kis kék izékkel, alatta a cserélhető talpak, matrica, ami egyébként az O2-höz is jár, egy USB-USB-C kábel, valamint ebből valamiért nem lehet kiszedni normálisan a vevőegységét, csak kirázni a dobozból. Az egerek szoftverét, azaz a Glorious Core-t a gyártó weboldaláról tudjuk leszedni, amit linkelek is a leírásban, ahonnan egy átlagos setup folyamat következik. A baloldali oszlopban találhatóak az eszközök, ha esetleg több Glorious cuccotok van, amik rákattintva az első oldalon profil választható, amiből hármat tud például az egér eltárolni, valamint a jobb felső sarokba írja, hogy csatlakoztatva van-e éppen az egér, hány százalékon van az akku, valamint az egér firmware frissítését is itt tudjuk majd kezdeményezni. Utóbbinál fontos, hogy a dongle-t és az egeret is vezetékesen csatlakoztatni kell frissítés esetén, ergo az O2 Pro és a D2 Pro 4-8000 Hz-es verziójánál a kettő darab USB-C kábel fog kelleni, viszont az egérhez csak egy jár. Nem teljesen értem, miért nem tud úgy frissülni, hogy a dongle-ön keresztül frissíti az egeret, de hát igazából mindegy is. Lent a második oldalon lehet állítani az egér polling rétjét és személyre szabni az egér késéseit, ha valakinek erre lenne igénye. Harmadik oldalon a DPI fokozatokat lehet beállítani, amikhez lehet szint is rendelni, amit az egér alján lévő LED jelez. Ez csak akkor világít, mikor nincsen takarásban, ez amúgy tök pozitív, meg akku kimélő. Az utolsó oldalon az egér gombjait lehet személyre szabni és akár makrókat is hozzárendelni. Természetesen a D2 és az O2 esetében van egy extra fül az RGB fények személyre szabásához. Magukra az egerekre visszatérve, hogy objektívan is megnézzük azért az egereket, ahhoz érdemes a D2 és az O2 szériába tartozó mind a négy egeret belevonni, azaz a sima D2 és O2 vezetékes, valamint a vezeték nélküli változatokat is. Ezek Pro verzióit, illetve ezen kívül még a Pro 8000 Hz-es kiviteleit is, utóbbiak amúgy mind vezeték nélküliek. Formát nézve az O2 széria egy laposabb, egérszerűbb formát követ, ezzel szemben a D2 egy enyhén döntött, szerintem amúgy kényelmesebb és egészségesebb formát. És amúgy ennyi az eltérés az O meg a D széria között. Szóval nézzük, hogy mégis mitől Pro a Pro, mert nem feltétlenül jobb amúgy a Pro jelző ellenére sem, sőt. A sima egereknek ugye mélysejtrácsos fedlapja van, a Pro-knak teli, a sima egereken van RGB világítás, a Pro-kon nincs, a sima egerekben van Bluetooth csatlakozási lehetőség, a Pro-kban meg ez sincs. A sima egerek amúgy mechanikus kapcsolókat kaptak, a Pro-k pedig optikait. Elviekben utóbbiakkal le lehet menni 0,2 millisekundumos input delay-re is, valamint klik esetén ezeknek jóval mélyebb a hangja. Illetve ha már jobb és bal egér gomb, a görgő textúrája a sima egerek esetében keskeny és hosszúkás bemélyedésekkel. A Pro-k esetében meg sokkal szélesebbek a bemélyedések. Üzemidő terén a sima D2 és O2 esetében 110 órát, a Pro 1000 Hz-es verziói esetében 80 órát ígérnek, viszont hogyha a 4x8000 Hz-es verziót szeretnéd
kimaxolni, bár nem feltétlenül érzem annyira szükségét, akkor mindössze 35 órát ígér a Glorious. Szóval itt a Pro-t nem igazán érzem jobbnak, vagyis Pro-nak, de ha azt veszük, hogy a Pro-k annyiba kerülnek, mint a nem Pro-k, szerintem ezzel semmi gond nincsen. Szóval egy kicsit furcsa az elnevezés, de egye fene. A szenzora ezeknek az egereknek a saját Banff 2.0-ás, ami elvileg 650 IPS-re képes, ami röviden inch per second-öt jelent, azaz a hirtelen rántásokat sokkal jobban leköveti a szenzor, mint az átlag. Emellett amúgy 26 000 DPI-ra is képes papíron, de ember legyen a talpán, aki ezt ki is használja. A polling rate meg alapból ugye 1000 Hz, azaz másodpercenként 1000-szer nézi meg az egér, hogy hol a francba van, addig ugye a 4x8K verziója esetén, meg ugye vagy 4000-szer, vagy vezetékesen 8000-szer nézi meg másodpercenként az egér pozícióját. Ezzel még inkább ugye tudjuk csökkenteni az input delay-t. Azonban fontos, hogy a 8000 Hz-es verzió dongle-jét nem lehet közvetlen bedugni a PC-be, mindenképpen kell mellé használni egy USB-USB-C kábelt, ami ugye persze van a dobozban. Na de jön egy kis gyakorlat, 3D Aim Trainer, össze lesznek mérve ezek az egerek a Logitech G102-vel. We'll be right back.
Zárásként gyorsan bemutatom a Glorious XXL-t röviden, ami egy 91x46 cm-es egérpad, full fekete színnel, amit csak minimális Glorious logó tör meg. Tehát erre amúgy fel lehet tenni a billentyűzetet is, 12.000 forintba kerül. Konklúzióként azt tudom levonni, hogy ezek az ekerek szerintem teljesen rendben vannak, és ugyan megvolt az egy-kettő apró hülyeség, mint egyes gyártónál, mivel viszont nem nagyon fogunk találkozni használat közben. De bőven ellensúlyozza a jó szenzor, a rendkívül alacsony súly, és szerintem az elég jó szoftver. Ha a közép-felső kategóriás árban kerestek e-sportra, kompetitív játékokra, lightweight gamer egereket, akkor linkek a leírásban. Ez lett volna a mai videó, remélem tetszett, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, írjátok le kommentben a véleményetetek az egérről, valamint ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Hamarosan találkozunk, sziasztok!